Fel tudod nekem idézni azt, amikor felkerültél a tavalyi idényben az LCGR csapathoz, hogy milyen érzésekkel léptél be az edzésre? Hát ugye én tavaly a Titánoknál kezdtem, és a szezon elején meg volt beszélve, hogy mind a hárman fogunk ugye fiatalok lehetőséget kapni, és megkaptam, egyszer csak eljött a lehetőség, hogy ugye kellett az ember, sok volt a sérülés, akkor ugye akkor még a Covid is itt volt, és izgatottan vártam, amikor szóltak, hogy játszanom kell este, és nagyon örültem, hogy bemutatkozhatok a felnőtt csapatban. Mit gondoltál akkor, hogy milyen szerepet juthat neked ebben a csapatban? Arra gondoltál, hogy oké, most amíg sérülések vannak, itt leszek, aztán megyek vissza a Titánokhoz, vagy igenis én ide be fogom magam játszani? Hát próbáltam a legjobbomat nyújtani, és azon dolgoztam, hogy elég legyen ez az első csapathoz, és szerencsére sikerült, szóval szerintem jó munkát végeztem, és ezért bent tudtam kerülni a csapatba. Nehezebb lesz ez az idény, hogy látod, mint az előző volt? Felraktuk magunknak a récet, az biztos, és meg fogunk küzdeni ugyanúgy ebben a szezonban is a célokért, és ugye lesz ez a BL is, és azt akarjuk elhanyagolni, azt is komolyan fogjuk venni, és nem csak hokizgatunk. Ugye ez a Bajnok Ligája egy új megmérettetés, a csapat életében soha nem volt meg ilyen. Mennyire látod magadon, vagy érzed magadon, látod a társakon, hogy ez egy új motivációt jelent, új célokat? Hát izgatottan várjuk, ezt mondhatom az egész csapat nevében, hogy minél hamarabb leszeretnénk játszani ezt az első mérkőzést, és szeretnénk újra a szurkolók előtt játszani, várjuk, hogy teltház legyen újra. Ugye tavaly ezt már megtapasztalhattuk, és nagyon jó érzés volt a közönség előtt játszani. Ugye Kevin Konstantin hozott valami újat, mégpedig azt, hogy sok minden újat gondolom, de az mindenképpen, hogy vissza kellett ülni soknak az iskolapadban. Na most tőled azért nem állt ez annyira távol. Hogy nézett ez ki a gyakorlatban, az ő módszere? Minden edzőnek más a stratégiája, máshogy látja a hokit, máshogy érzi a játékot, és ezt megpróbálja átadni nekünk, úgy érzem, hogy át is tudja nekünk adni, ugye ezt tavaly ezt látszott, hogy tudjuk mi a szisztéma, tudjuk, hogy kell játszani, és ő ezt jól átadja nekünk, és próbáljuk a legjobbat kihozni ezekből. Téged miben változtatott meg az elmúlt év? Egyrészt jégkorongjátékosként, másrészt viszont a személyiségedben? Engem a védekező játékom azt szerintem nagyon sokat fejlődött nála, és nyilván az angol nyelvtudása az fontos. És Magosi Bálint mennyire volt jó tanár ott a negyedik sorban? Ő is sokat segített nekem, és az összes magyar és a légiósok is sokat segítenek nekem még most is. És ugye befogadom őket, fogadom a tanácsaikat, és nagyon szívesen fogadom ezeket.